A mai részben megmutatom nektek, hogy miért nem bói a bóiba főzelék. De mielőtt erre sor kerül, ne felejts el feliratkozni a csatornára, lájkold a videót, oszd meg minél több emberrel, ne felejtsd el megnyomni a csengőt, és lenn minden részletet megtalálsz arról, hogyha szeretnéd támogatni a helyzetet. Egy számomra nagyon kedves könyvet tartok a kezemben. Ez egy kézzel írott receptgyűjtemény. Ebben megtalálható gyermekkorom legkedvesebb ízét tartalmazó étel, a babfőzelék receptje. Ez egy több generációs családi recept, amit nagymamám hagyott édesanyámra, és tőle kaptuk mi is. Az én emlékeimben ez mindig is egy autentikus bói étel volt. Később kiderült, hogy egyáltalán nem így van. Nagymamám egy bécsi rádióban hallotta ezt a receptet kb. 80 évvel ezelőtt. Azért választottam ezt az ételt, mert gyermekkoromban sok nyarat töltöttem a Mohács melletti bójban. A főzelék hozzávalói: sárga hüvelyi zöldbab, liszt, piros paprika, majoranna, citrom, szalonna, hagyma és fokhagyma, tejföl, bors és só. Előre felforrósított zsíron kisütöm a szalonna szeleteket. A szalonna szeletek kicsit megkunkorodtak, összesültek, most kiszedem őket a forró zsírból. A megsült szalonnák helyére megy a hagyma. Egy kis vízzel felöntöttem a pirított hagymát, és ebbe belekerülnek a citrom szeletek. Két-három percig párolom. Közben megosztok veletek egy gyermekkori történetet. Nagyszüleim egy hatalmas családi házban laktak. 3-4 lakás volt benne, és mindig több generáció élt együtt. Időnként némelyik lakás üres volt, és amelyik éppen üres volt, az raktárként funkcionált. Ebben a raktárban kincses bányára leltem. Egyszer az egyik régi szekrényben találtam egy alsó-felső teljes protézist. Még nem tudtam, hogy mihez kezdek ezzel a zsákmánnyal, de tudtam, hogy magamhoz kell venni, és ez a dolog ma még játszani fog. Közben a citromkarikák megpárolódtak, az üresé vált citromhéjakat ki is veszem a hagymaszafból. Közben piros paprikával elkészítem a pörkölt alapot. Amíg ez készül, tovább folytatom a történetet. Hirtelen megjelent előttem a család soros házőrző kutyája, akit szokás szerint, mint minden más kutyát, Lumpinak hívtak. Közben, hogy a piros paprika le ne égjen, kis vízzel felöntöm. Lumpi hálásan a lábamhoz dörgölőzött. Felnézett rám, és kitátotta a száját. Boldogan várta a simogatást. És ekkor jött az ötlet. Zsebembe nyúltam, kivettem a protézist, és a boldogan lihegő kutya szájába nyomtam. Ráharapott, és nem eresztette. Nagyon bizarr látvány volt, emberi módon vigyorgó kutya nézett rá. Mit sem törődve felszólításommal, nem engedte, és boldogan elszaladt. A pörkölt alapunk már szép piros, és most jön a másik trükk. A citromszeleteken kívül valószínűleg sok majorannát szórunk az alapba. Egyet forralok rajta, mielőtt berakom a zöldbabot. És ha jól emlékszem, nagyanyámban ugyanígy forrt az indulat, amikor kilépett a házba, és meglátta az emberi fogsorra vigyorgó lumpi kutyát. Egy kis bors, némi só, majd fedő alatt puhára párolom. Ómama hangja, mint éles kés, hasított a levegőbe. Desi! Nem is tudom, honnan jött rá, hogy én helyeztem a kutya szájába a protézist. Aznap szemresütve fogyasztottam meg kedvenc babfőzelékemet. Igaz, hogy ómama kicsit dühös volt rám, de összességében mégis inkább kedves emlékként maradt meg ez az egész bennem. Ezután a számomra kedves emlék után a főzés utolsó szakaszához értünk. Tejfölös havarással besűrítem a főzeléket.
komment szekciókban írjátok meg, hogy hogy tetszett nektek ez a recept. És ha valakinek van hasonló keserédes, vicces története szüleivel, nagyszüleivel kapcsolatosan, azt is osszátok meg velünk. Íme elkészült a híres nem bói, bói bab főzelék. Ehetjük az előre kisütött szalonával, de fogyaszthatjuk tojással, vésvivel. Köszönöm, hogy velünk voltatok, ha tetszett az epizód, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot, és osszátok meg minél több emberrel. Találkozunk a következő résznél, ahol az 5-4-3-2-1 fél sütemény receptét tanítom meg nektek. Jó étvágyat kívánok!